Na, mivel is festettük ezt? Ő egy folyékony gumi, ami nagyon jó terül, nagyon feljön, nagyon jól tapad, egy gumiszerű anyag is marad. Ezt 4 rétegbe felfújtam, előtte természetesen nagyon jól meg kell tisztítani. Mire tapad? Gyakorlatilag mindenre, mindenre tapad, csak nagyon-nagyon alaposan meg kell tisztítani. Hogy mit bír, hát az majd az kiderül, hogy mit bír. Minusz 35 és plusz 90 fok között írják, hogy az bírja. Ez több rétegbe lett felhozva, 4 vagy 5 rétegbe lett felhozva, vagy 6, nem tudom. Minden esetre 6 réteg minimumon, vagy 7 réteg rajta. Tehát van egy ilyen lakunk is hozzá. Ezt festékboltban nem lehet kapni, neten lehet csak rendelni. Ezt a terméket, ez egy amerikai termék. Vannak forgalmazó itthon, azt hiszem 1 vagy 2, nem biztos, hogy több. Van. Ebből kapott 2 réteget. Ez egy ilyen szintelen lak, nem fog megkeményedni, ez gumiszerű szintelen lak. UV-álló, nagyon jó időjárásálló, szintén olyan paraméterekkel van, mint a festék. Rugalmas, szintén ugyanaz a minusz 35-90 fok. Mire lehet még használni? Például szoktak fújni vele, a lámpabúrákat lefújják, hogy megvédjék. Az UV-től, az UV-s ugaraktól kiszívja, behomályosodik, meg ilyen hasonló, általában ez megvédi. Ez a drága, 4 és 5 ezer forint között van egy ilyen, de ez elég sok mindenre. Felhasználhatóság, azt írják, hogy felbontástól számítva 6 hónapig fel kell használni. Ha nem bontjuk fel, nincs felbontva, akkor több évig eláll. Ez vonatkozik erre is. Több évig eláll, 6 hónap, hogyha fel van bontva. Tökéletesen lehet vele dolgozni. A YouTube tele van ilyen videókkal, én is rengeteget néztem, rengeteget olvastam, hogy megfelelően elsajátítsam ezeket a dolgokat. Én azt mondom, mindenki próbálja ki. Nem egy olyan nagy összeg, ha valamit akar az autóján csinálni, nem csak az autóján, akárhol, akármit. Akármit ki kell próbálni. A YouTube tele van ilyenekkel, hogy mit lehet, hogy kell csinálni. Mik a technikák, milyen segédanyagok vannak hozzá, hogy kell kijavítani, hogyha esetleg valami történik vele. Ha nem tetszik, akkor viszont meg kicsit megkezdjük és le tudjuk húzni egybe. Ez akkor tudjuk lehúzni egybe, hogyha minimum egy 4-5 réteget raktunk, hogy vastag legyen és lejöjjön. Úgyhogy, hát én azért fújtam le, mert nekem túl sok a króm itt. Túl sok a króm, nekem ez egy kicsit szemet zavaró, egy kicsit. Ezzel a feketével egy kicsit olyan sportosabb, meg kicsit megtörjük a króm heganómiáját itten, hogy ne legyen az a túl sok króm, ne legyen az nagyon fényes, mert ez teli króm volt, a lámpa is nagyon fényes, alul vannak ezek a szemöldökök, tehát ez nagyon sok, nekem ez egy kicsit zavart. És hogy ne kelljen venni hűtőrácsot, másikat, ami ugyebár tegyük fel nem olcsó, kettő, le kell venni a lökhárítót. Nem nagy dolog, de minek vegyük le. Veszünk egy ilyen festéket durván, ha csak ezt veszük, akkor megúsztuk 4-5 ezer forintból. Ha ezzel is le akarjuk kezelni, akkor durván 8 ezer forintból meg a saját idő és egy óra. Gyakorlatilag ennyi. Kicsit fellé fújunk, mert legyen róla a maradék. Amúgy leszedhetjük a lökhárítót is, de minek? Majd meglátjuk, hogy működik. Jó, takarásnak ennyi elég, ez az első réteg. Most várunk egy kicsit. Vele. Tehát nem kell telibe, vannak hiányosságok, ez az első réteg. Azért tökéletes legyen. Ez
kell egy minimum egy 3-4-5 réteg, és utána még rakunk rá egy ilyen védő réteget, ami védeni fogja az időjárás viszontagságaitól, és tartósabb lesz, mint kell. De ha nem fog tetszeni, vagy ha megváltozik a véleményem, és újra krómot akarok, akkor viszont ez simán majd le lehet húzni, de csak akkor lehet rendesen lehúzni, ha megfelelő rétegbe viszik fel, ami azt jelenti, hogy minimum 5-6 réteg. És akkor le lehet húzni róla, de ez majd a jövő zenéje lesz, ezt majd meglátjuk. Na, eljött a második rész ideje. Én egy kicsit rásegítettem egy kicsit hajszárítóval, de kicsit megfoghatjuk, mert már száraz. Ez meg ugyebár mindig rázik fel előtte, és próbáljuk meg melegen tartani ezen. 30-35 fokot ez így, tehát ebbe a meleg víz, vagyis a melegítőbe beraktam, és abban melegítettem, hogy megfelelő legyen a testét hőmérsékleten, meg jobban terjed. Megint fújunk egyet, hogy lefújjuk a ganét róla, és akkor hajrá! Oké, ez volt a negyedik réteg. Ezzel szintén várunk. Visszalakjuk szintén a meleg vízbe, vissza. És megvárjuk. Rásegíthetünk egy kicsit a száradásra, én hajszárítóval egy kicsit rászárítok. És akkor így lehet. Na, van nekünk egy ilyenünk, Glossifier nevezetű spray. Van 5 rétegünk, vagy 6, kettő közül valamelyik. És ezzel rászorjuk, ez olyan, mint egy lak, de nem lak, hanem ez is egy ilyen gumiszerű anyag, csak átlátszó és védi. És ha minden igaz, egy kicsit fényesebb lesz tőle, ilyen tükrös, de nem annyira, reméljük. És ez védi az UV-től, UV-álló különböző behatásoktól, meg lezárja a pórusokat, amiben nem tud bele tapadni a kosz. Na, utolsó réteg Glossifier kezelő. Kicsit fényes, de nem annyira.